Sziasztok, ma kicsomagolunk és bekapcsolunk egy akciókamerát, méghozzá egy nagyon izgalmas eszközt, egy 360 fokos gömbpanorámás akciókamerát, amely szintén a megszokott módon Kínából érkezett, körülbelül 3 hét alatt volt itt, és amint látjátok, ebben sok-sok üzemmód van, sok-sok kiegészítő is lesz hozzá, és akkor már is mondom, hogy csapjunk bele, és igyekszem minél részletesebben és alaposabban bemutatni, hogy hogy is működik ez az eszköz, mire is lehet és érdemes használni, és hogy valójában mit és hogyan tud. Egy picit már leteszteltem, úgyhogy valamelyest tudok róla élménybeszámolót is adni. Szóval, amint ezt megszokhattátok, rengeteg kiegészítő és tartozék van ezekhez a cuccokhoz. Ugye mindenféle alkalmatosság a rögzítéshez, mint minden más akciókamerához. Hát ezt bárhova fel tudjátok rögzíteni, azt gondolom. Ezek fontos dolgok ugyan, de számomra mégis mindig az igazából érdekes, hogy milyen minőségben és formátumban és gyorsasággal és megbízhatósággal tudja maga az eszköz, amit a kezembe vettem, azt, amit ők erről mondanak. Ugye látjátok, különböző üzemmódok vannak, a VR módhoz használhatók ezek a VR szemüvegek, ugye a Virtual Reality, ez egy nagyon aktuális és izgalmas dolog, és hát különböző szoftverekhez különböző felbontás is lehet beállítani, ezt majd látni fogjuk, ezt már maga a doboz is hirdeti. Ugye azt írja, hogy Full HD 2448p 16 megapixel fotó, Wi-Fi előnézet, és itt van a kutya elásva, 220 fokos a látószög. Tehát ez a 360-it húzzuk át, és írjuk rá, hogy 220 fok. Nyilván gondolhatjátok, hogy egy ilyen gömb, ha tényleg gömb lenne, akkor lenne 360 fokos, lefele, ennél a szögnél lejjebb, ez nekünk nem fog videózni. Tehát összességében ez a 360 fokos kamera 220 fokban rögzít. Itt a hátulján látunk még néhány információt, dicsérik a lencséjét, méretei, képformátumok, beállítások, azt majd látni fogjuk, 2448 a legnagyobb, 30 fps-sel, és 1072x1072-es négyzet alakú gyorsított felvétel, azt majd látni fogjuk szintén 30 fps-sel, fotók 16, 12, 8 és 5 megapixel. Remélhetőleg ezt fogjuk találni akkor is, ha belenézünk a menübe. De még mielőtt kinyitnánk magát az eszköz, nyitjuk egy kis könyvet, angol nyelvű leírás. Arról, hogy ez az eszközünk úgy néz ki, hogy van egy Wi-Fi indikátorunk, van egy bekapcsoló gombunk, és van egy státusz gombunk, ugye ezzel tudunk igazából a módok között és az exponálással játszadozni. Van benne egy speaker, ez itt a kis hangszórója, ezen az oldalon jön ki a recén, a lyukakon a hangocska belőle, és hogyha az alját megnézzük, akkor találjuk a különböző csatlakozó nyílásokat. Van egy HDMI nyílás, van egy USB töltés és a memóriakártyahely, illetve itt találjuk az akkumulátort is. Ami nagyon hálás dolog, hogyha az embernek már van egy másik akciókamerája, például egy ilyen, ehhez is ugyanaz az akkumulátor való, mint a többi akciókamerához. Tehát nagyon jó, hogy praktikus, hogy ugyanaz belemegy, akár lehet az GoPro, vagy akár lehet más, én az Ekenre esküszöm. A lényeg, hogy ugyanaz az akkumulátor, egyébként az összes többi kiegészítő is mind-mind ugyanaz, kompatibilis mindennel, tehát működik. Itt kell belehelyeznünk egy kártyát, és azt mondom, hogy helyezzük is bele. Én most egy 32 GB-os kártyát helyezek bele, hogyha nem elég gyors a kártyánk, tehát nem 10-es osztályú, akkor ez reklamálna is, bekapcsoláskor, hogy cseréljük ki. Na nézzük még a füzetben, mi van itt. Hát olvasunk a kiegészítőkről, illetve itt van a QR kód magához, a programhoz, amihez szükségünk lesz. Na de, azt majd mindjárt meg is fogjuk nézni, a QR kódot itt a dobozon is megtalálható. Apple gépekhez is, illetve Androidoshoz is tökéletesen. Beraktam az SD kártyát kikapcsolt állapotba, és bekapcsolom az eszközt. Welcome, kiírta, szerbusz, én is üdvözöllek. És már is a főmenüt látjuk, illetve a kijelző ablakon látjuk, hogy milyen üzemmódban vagyunk. Videó üzemmódban vagyunk, de közben egy timelapse is be van állítva, tehát hogyha éppen timelapse-t indítjuk, akkor az indítja, képernyővédő mód be van kapcsolva, ezért nálam ez ki szokott elmenni pihenni. Hopp, és most el is indítottam a videófelvételt, amit látjátok már 3 másodperc, 4 másodperc, közelebb hozom, hát ha működik. És működik, szóval igen. Ezt a képernyő kimélőt, vagy illetve az elem kimélőt ki lehet kapcsolni, és akkor nem kapcsol olyan hamar ki,
Nálam ez szokott működni. Átkapcsoltam fotómódra, átkapcsoltam gyors felvétel módra. Működik ez, nézzük, csak elég éles a felvétel, vagy próbáljunk rajta mahinálni. Oké, szóval ez ott a gyors felvétel, és a beállítást nézzük csak még egyszer. Tehát van a videómód, most 29 GB-nak érzékelje, 32-est, ezzel különösebb gond nincs. A fotómód, a gyors fotó, gyors videó, és a settings, az az, hogy beállítások. Nézzünk bele a settingsbe. Fönt vannak a kis lapfülek, és annak ugye lefele az alábbi almenüi, a menü felső sávjában a bekapcsoló gombbal tudok jobbra-balra ugrálni, illetve csak jobbra. És hogyha be akarok valahova lépni, ezt tekinthetjük lefele nyílnak, ez pedig OK gombnak. Na nézzük azt, hogy a videó felbontás 2448p 30fps, 2048, 2448 volt az előbb, most 2048, 1440 60fps, ugye ez a gyors felvételre vonatkozik, 1440 30fps, 1072 60p, 1072 30p. Maradjunk a legfősőnél, 1448, és okézzük le. Oké. Felvétel hangokat ki lehet kapcsolni, ez most maradjon. Timeless mód, nézzük itt, mit tudunk kiválasztani. Fél másodpercenként készíti hozzá a fotót. Oké, fogadjuk el. Looping videónál az a lényeg, hogy kiválaszthatjuk, hogy körkörösen menjen folyamatosan a felvétel, ha megtelik a kártya, vagy egy adott időintervallumon belül, hogyha ennek van értelme, hogyha nem tudjátok, hogy mikor lesz az akció, de folyamatosan bekapcsolva kell tudni tartani, szerintem akkor van értelme. Nézzünk a looping videónál, ugye választhatunk olyat, hogy nincs bekapcsolva, tehát addig működik, amíg be nem kapcsolod, illetve ki nem kapcsolod, vagy átállíthatod, hogy 2 perc, 3 perc, 5 perc körfelvételeket csináljon. Én tudom, hogy mikor mit akarok fölvenni, ezért nálam ki van kapcsolva. Menjünk egy lejjebb. Slow motion, lassú felvétel kép felbontásánál van elvileg opció, de nem tudunk más választani, mint 1440p-t és 60fps-t. És ezzel körbe is értünk a videó beállításoknál, tehát ennyi volt. Menjünk a következő menüre, a fotó beállítás. A kép felbontás mérete 16 megapixelnél vagyunk. Ugye 5 megapixel, 8, 12 és 16. Az nekünk oké. Az időzített mód ugye az késleltetést jelent, hogy mennyivel később kattanjon el. Ez lehet 3 másodperc, 5 másodperc és 10-20. Arra most per pillanat nincs szükségem. Autómód. Ja, ez a... Hát most gőzöm sincs. Na, ez a drámasot, ez különböző fényviszonyokat, fényerőt generál hozzá. Ez kicsit olyan, mint a HDR fotó, ez a dráma. És körbeértünk, ennyi volt igazából a fotóbeállításnál. Menjünk egy menüvel arrébb. Összességében lehet a fényerőt manipulálni, fölfele és lefele lehet neki értékeket adni. Ugye a nullán vagyunk, nincs eltolva a fényérzékenység. Ha plusz 2 vagy 3 értéket adunk, akkor világosabb lesz a kép. Hogyha mínusz 1, 2, 3-at, akkor sötétebb. Nyilván havas, fehér tájakon vagy homokos tájakon mínuszra kell állítani. Erdei környezetben például pluszra kell állítani. Ezekkel kell számolni jelenleg az üzemmódban. Most pedig kilépünk innen, és megyünk egyen lejjebb.